oltástörvény. Elfogadta a kormány az oltástörvény tervezetét. Azt remélik, hogy törvényerőre emelésével megakadályozhatók a kanyarójárványhoz hasonló válságok. Iskolaügy. Továbbra is bizonytalan a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola diákjainak a sorsa, a tárcavezető szerint azonban már minden sínen van. Hírekkel jelentkezünk, jó estét kívánok! Elfogadta az oltástörvény tervezetét a kormány. A jogszabály kidolgozásáról azután kezdtek beszélni, hogy az országban súlyos kanyarójárvány ütötte fel a fejét, 10 000-en megbetegedtek, több mint 30-an pedig meghaltak. Mint kiderült, az évek során egyre több szülő tagadta meg a gyermeke beoltását, és ez kedvezett a kór elterjedésének. A parlamenti elfogadásra váró tervezet szerint a gyerekek bölcsődei, óvodai vagy iskolai beiratásához oltási bizonylatot kell mellékelni, vagy házi orvosi igazolást arról, ha valamely vakcina beadása ellen javalt. A szülők hozzájárulása a gyermek beoltásához alapértelmezett. Azok a szülők, akik ezt ellenzik, írásos nyilatkozattal akadályozhatják meg a törvényben megszabott kötelező vakcinák beadását. Szeretném ismét bemutatni az előnyöket, amelyeket ez a törvény hoz az országos oltási program finanszírozásában és lebonyolításában a romániai gyermekek védelmében és az oltóanyag biztosítása tekintetében. Gyakorlatilag felelőssé teszünk mindenkit, aki része a folyamatnak, a minisztertől a szülőkig. Hogy miként fog kinézni a törvény a végleges formájában még kérdés. Vas Levente RMDSZ-es képviselő úgy véli, hogy még sokat kell javítani a parlamentben a törvényen, hogy az elfogadható változatot nyerjen. Politikusként viszont el kell fogadnia, ha egy szülő nem akarja beoltatni a gyerekét, tette hozzá. Ebben az esetben azonban valószínű, hogy a törvény azt fogja tartalmazni, hogy igazolást kell kérjen és aláírást kell adjon a családorvosnál, és tőle igazolást kérjen, és abban az esetben, hogyha a gyerek megbetegedik, akkor a sürgősségi első 3 nap ellátását fedezni fogja az állam, a további ellátást pedig az illető szülőnek fog kelleni állnia. Az továbbra sem világos, hogy mi van akkor, ha a szülő nem akarja vagy nem tudja kifizetni az ellátás költségeit, illetve hogyan veszélyeztetik a beoltatlan gyerekek a többiek egészségét. A tervezet a hanyag háziorvosok büntetésére is kitér, bár Szabó Zoltán háziorvos szerint nem az orvosok miatt van olyan sok beoltatlan gyerek. Az orvosok részéről eddig sem volt gond. Nagyon nem tudom elképzelni, ki volt az az orvos, aki visszautasította az oltásokat, így a sajtóból értesültem én is, hogy volt ilyesmi, de az nem családorvos. A tervezet szerint pénzbírsággal is sújthatják a szülőket, de nem az oltás megtagadása miatt, hanem a tanácsadáson való részvétel elmulasztása okán. A szülőt az első kiágás esetén 500 és 1000 lej közötti bírsággal sújthatják, ha itt sem sikerül jobb belátásra bírni, a büntetés 10 000 lejig terjedhet. Hasonló összegű bírságokra számíthatnak mulasztás esetén az orvosok és az állami intézmények képviselői is. Eljárást indított a korrupció ellenes ügyészség. Claudiu Major volt marosvásárhelyi alpolgármester, a polgármester személyes tanácsadója, valamint Dorin Florián polgármester ellen hivatali visszaélés és hivatali visszaélésben való cinkosság vádjával. A vádirat szerint a fedhetetlenségi ügynökség 2016 márciusában összeférhetetlenséget állapított meg Claudiu Major esetében, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Major ezek után lemondott az alpolgármesteri tisztségről és városi tanácsosi posztjáról, Dorin Flóriá azonnal személyes tanácsadójává nevezte ki, és feladatai közé kifizetési utalványok aláírási jogával ruházta fel. A DNA szerint azonban közpénzek utalványozására az említett eltiltás miatt nem lett volna joga. Azóta Claudiu Major több mint 9 000 utalványt írt alá, áll a vádiratban. Majort a kivizsgálás idejére 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték, valamint megtiltották, hogy betöltse tanácsadói állását. Kritikus helyzetbe kerültek a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum diákjai. A megyeközpontnak ugyanis még mindig nincs érvényes iskolahálózata, így a diákok sorsa továbbra is tele van kérdőjelekkel. A szaktárca vezetője azonban híradónknak azt mondta, tudomása szerint megoldódott a helyzet. Az RMDSZ korábban kezdeményezte, hogy rendkívüli esetekben az Oktatási Minisztérium rendelettel orvosolhassa az ilyen jellegű ügyeket. Híradónknak a tárcavezető azt mondta, úgy tudja, a helyzet megoldódott.
Tudom, hogy a városi tanács végre meghozta a döntést. Marosvásárhelyen valóban nagyon késleltették ezt a döntést. Én folyamatosan tartom a kapcsolatot a kormánybiztossal, a főtanfelügyelővel és néha a polgármesterrel is, de az ügy megvan oldva. Ami az egyedi eseteket illeti, azokat majd iskolakezdéskor megoldjuk úgy, ahogy a szülők akarják. Az oktatási miniszter még nem kaphatta meg a prefektusi átiratot, mondja Joan Macarier. A főtanfelügyelő szerint a kormánybiztosi vétó azt jelenti, hogy Marosvásárhelynek továbbra sincs érvényes iskolahálózata, ezt pedig mindenek előtt a római katolikus teológiai liceum diákja is ínylik meg. Mivel a városi tanács már minden határidőből kifutott, nem tudom biztosan, elemezni kell, de szerintem a megoldás a beiskolázási terv kiterjesztése lenne úgy, hogy a római katolikus teológiai liceum osztályait a Bolyai Farkas elméleti liceumba foglalják. Meg kell nézni, hogy a törvény ezt megengedi vagy sem. A főtanfelügyelő szerint már csak a szaktárca mentheti meg a gyerekek sorsát, amennyiben viszont szeptember 1-ig nem sikerül orvosolni az ügyet, illetve a beiskolázási tervet nem terjesztik ki, 423 diák nem fog tudni beiratkozni iskolába, tette hozzá a főtanfelügyelő. A megyeközpontnak ugyanis továbbra sincs érvényes iskolahálózata, a katolikus iskolába járó diákok szülei a kétségbeesés határán vannak. Senkinek nincsen fogalma arról, hogy szeptember 15-én ez a tanintézmény hogy és milyen körülmények között fog elindulni, vagy tovább működni, mi lesz a gyerekek sorsa. Múlt héten a Maros megyei RMDSZ és a polgármesteri hivatal iskolákért felelős aligazgatósága azt nyilatkozta, helyi szinten kimerítettek minden közigazgatási lehetőséget az iskolahálózat kapcsán. A megye kormánybiztosa korábban megtámadta az iskolahálózatot szavatoló tanácsi döntést, és annak a visszavonását kérte. Külön pénzjutalomban részesülnek azok a tanulók, akik 10-es osztályzattal zárták a képességvizsgát vagy az érettségit. Ezzel is próbálják ösztönözni a rendkívüli képességű diákok továbbtanulását. A kormány által elfogadott határozat értelmében ezerlejes támogatásban részesülnek azok, akik 10-es átlagot kaptak a 8-osok kísérettségének is nevezett képességfelmérőjén, illetve 3000 lejt azok, akik az idei érettségin vizsgáztak 10-esre minden tantárgyból. Az idei érettségén 137 diák ért el 10-es osztályzatot, a 8. osztályt végzettek közül 497-en kapják meg a kormány pénzjutalmát. Nagyot fejlődött az online vásárlás Romániában, ez a raktározásra szánt logisztikai épületek területének 5 éven belüli megduplázódását is eredményezheti, derül ki a Colliers Románia elemzéséből. A tavalyi évre vonatkozó statisztikák azt mutatják, hogy Romániában 10 millió 500 ezer internetezőből 11% vásárolt az interneten, ami 1 millió 900 ezer potenciális vásárlót jelent. Az elemzők ebből arra következtetnek, hogy Romániában még csak most fog berobbanni az online kereskedelem, amihez jelentősen hozzájárul az internet kapcsolattal ellátott mobileszközök számának a növekedése. Az online vásárlás előretörésével azonban nem csak az e-boltok és a nagyobb, elektronikai cikkeket forgalmazó áruházak bevétele nőtt. A versenybe beszálltak a kisebb üzletek is. Ennek a játékboltnak a kínálatából is lehet már interneten keresztül rendelni. Elég nagy számban nőtt az online kereskedelem, elég sok online rendelésünk érkezik. Napi szinten minden nap van online rendelésünk, ünnepek környékén ez még nő. Tehát azt veszük észre, ahogy telik az idő, nap, minél többen ismerik az üzletünket, egyre többenek embernek jut a tudomására az, hogy létezik websájtunk. Bár az online vásárlás sok előny nyújt, a hagyományos üzletek még mindig kulcsfontosságú előnyökkel rendelkeznek az e-kereskedelemmel szemben, amit sokan még mindig előnyben részesítenek. Az előnye az, hogy szét lehet nézni az üzletbe, és kézbe lehet venni azt a játékot, viszont ugyanakkor az üzletből az elárusítónő is tájékoztat, mi az előnye, mi a hátránya, a gyerek korához mérten. Az online vásárlás térhódítása ellenére elemzők szerint a fogyasztók többsége továbbra is hagyományos üzletekben szerzi be az élelmiszerek többségét. A webáruházak látogatói közül legtöbben ruhaneműt és lábbelit vásárolnak. Majd az elektronikai és elektrotechnikai termékek, a kozmetikumok és illatszerek, majd pedig a számítógépek és a mobiltelefonok következnek. Hétvégén kezdődnek a kolozsvári magyar napok, erről is szó lesz a folytatásban. Értékteremtés. A Transzilvánikum jelszó alatt kezdődik hétvégén a kincses várost lassan túlnövő kolozsvári magyar napok. Székelykör.
Sepsiszentgyörgyi prologgal kezdődött, ma pedig mezőnyversennyel folytatódott Székelyföld kerékpáros körversenye, amelynek udvarhelyen volt a befutója. Már októberben átadhatják az Észak-Erdélyi autópálya és a Torda 100 sebes közötti pályaszakaszt összekötő Torda melletti csomópontot. A Pro Infrastruktúra Egyesület által készített felvételek tanúsága szerint a munkálatok előre haladott állapotban vannak, így nem lesz akadálya a használatba vételnek. Egyelőre azonban az autósoknak várniuk kell, amíg ténylegesen használni is tudják a létesítményt. A Torda 100 sebes szakaszon ugyanis leghamarabb decemberben lehet autózni, míg a Tordától Marosvásárhely irányában a pályaszakaszt valamikor 2018-ban tervezik használatba venni. Javában zajlanak az előkészületek a feszítővágós mentési és elsősegélynyújtási világbajnokságra. A Maros megyei vészhelyzeti felügyelőség munkatársai már készülnek a megmérettetésre, amelyen a világ legjobbjai mérhetik összetudásukat. Balesetet színlelnek a Maros megyei vészhelyzeti felügyelőség mentősei. Két autó ütközött, súlyos sérültek is vannak. A helyszínre néhány percen belül megérkezik a mentőautó és a feszítővágós mentőcsapat. A gépkocsikat a kerekeknél kötik egymáshoz, hogy ne mozduljanak el. Felvágják a hátsó ajtót, hogy a mentős bekerülhessen az autó belsejébe. A sérülteket letakarják, hogy a feszítővágás alatt ne érje őket szilánk. A gépkocsi első ajtaját is felvágják, ezen emelik ki a gépjárművezetőt, akiket a rohanmentősök vesznek majd át. A csapat, amely Romániát képviseli a feszítővágó és elsősegélynyújtási világbajnokságon, így készül a megmérettetésre. A bajnokságnak a liget ad otthont augusztus 30-a és szeptember 3-a között. 26 ország legjobb csapatai lesznek jelen Marosvásárhelyen. A világbajnokságon több mint 60 vészhelyzeti csapat méretteti meg magát. Van egy 10 perces próba, amelyben az elsősegélyt nyújtó és feszítővágást végző gyorsasága és technikája a mérvadó. A 20 perces próbán a feszítővágást csak bizonyos kézi és elektromos eszközökkel lehet elvégezni. A 30 perces megmérettetés egy komplex forgatókönyv szerint zajlik, amelyben több sérültet kell megmenteni. Legutóbb a brazíliai Curitibában szervezték meg a mentősök világbajnokságát. Ott a Maros megyei csapat a feszítővágós mentés versenyszámban a 30 résztvevő közül 15. helyen zárta a versenyt. Augusztus 13-án kezdődnek a 8. kolozsvári Magyar Napok. A rendezvénysorozat a korábbi évekhez hasonlóan kísérő rendezvényeivel már jóval a hivatalos kezdete előtt gazdagabbá teszi Kolozsvár kulturális kínálatát. Már látogatható a G. Szabó Béla kiállítás, illetve tegnap nyitották meg a nagyközönség számára a Szalai Lajos Bibliája című tárlatot. A zenés programok kedvelői a bő egy hét alatt Gimes, Szikora Róbert és az Ergo, Charlie, Deák Bill Gyula és Hobó, illetve további különböző műfajú koncertek közül választhatnak. Néhány napon belül kezdetét veszi a Kolozsvári Magyar Napok 8. kiadása. A szervezők a rendezvénysorozat kezdete előtt újdonságokat, gyakorlati tudnivalókat ismertettek a sajtóval. A kincses város lassan túlnövő rendezvény idén a Transzilvánikum jelszó alatt zajlik. A kolozsvári Magyar Napok a kolozsvári kereteket egy kicsit túlfeszítette, és méltán nevezhetjük egy olyan egyetemes erdélyi értéknek már ezt a rendezvénysorozatot, amely megbízhatóan évről évre a nagy közönség elé tárja a kisebb-nagyobb erdélyi magyar értékeinket, ezáltal ő maga vált egy közkincsé, egy közös értéke. Bár a rendezvénysorozat hivatalosan csak augusztus 13-án kezdődik, felvezető események már korábban is zajlanak. A programot a www.magyarnapok.ro honlapon elérhető programfüzetben, illetve mobiltelefonos applikáción is lehet követni. A hagyományos nyitógálát a Magyar Operában tartják hétfő este 7 órától. 2-től nyílik a sétatér, egy teljesen új helyszín, koncertekkel, lazuló övezetekkel, illetve gyermekprogramoknak szánt gyermekparkkal. Szerdától indul a Bor utca, új helyszínen a Fogoly utcában, és csütörtöktől pedig elkezd lüktetni a fesztivál szíve a megszokott helyszínen, a Farkas utcában. A sajtótájékoztatón jelen volt Olaj Emese Kolozsvár alpolgármestere is, aki azt hangsúlyozta, hogy a Kolozsvári Magyar Napok az önkormányzat kiemelt rendezvénye, amelyet évről évre egyre nagyobb összeggel sikerül támogatni. Kitért arra is, hogy a Magyar Napok alatt a Városháza közreműködésével több érintett útszakaszt is lezárnak. Azért is tekinti az önkormányzat kiemelt rendezvényének a
kolozsvári magyar napokat, mert egyrészt turistákat vonz Kolozsvárra, a kolozsvári magyarok és általában az erdélyi magyarok számára egy fontos találkozási pont, illetve híd a kolozsvári román és magyar lakosság között arra, hogy új kapcsolatokat teremtsen. A 8 napos fesztiválhoz számos kísérő program tartozik, idén is lesznek gyerekprogramok, könyvbemutatók, kiállítások, előadások, a különböző műfajú koncertek 5 helyszínen zajlanak majd. A rendezvényt augusztus 20-án este 8 órától Kolozsvár főterén a Budapesti Operett Színház Csárdás királynő című produkciója zárja. Szlovákiában készülnek a hokisok, sporthíreink következnek. Szlovákiában kezdi meg a barátságos előkészületi mérkőzések sorát a Csíkszeredai Sportklub jégkorong csapata. A felvidéki edzőtáborban ma a Zsolna, holnap pedig a Poprád ellen lépnek jégre. Jövő kedden a fehérvári Titánok lesz az ellenfél, aztán ismét szlovák csapat, a Nagytapolcsányi HC következik. Az elutazás előtt Leo Gudász, a csapat vezetőedzője azt mondta, minden meccsen nyerni szeretnének, de alapvetően a játékelemek begyakorlása az elsődleges cél. Csütörtökön este Sepsiszentgyörgyön rajtol a prologgal Székelyföld kerékpáros körversenyének 2017-es kiadása. Ma délelőtt a mezőny az első szakaszon Erdővidék érintésével Székelyudvarhelyre érkezett. A szökésekkel tarkított etap végül sprintbefutóval zárult, amelyen az osztrák Christian Mager bizonyult a legjobbnak. A 3. helyre Walter Attila, a Cube csömör versenyzője futott be, aki így a legjobb magyar indulónak járó zöld mezt is magára ülthette. Jó utak is voltak viszonylag ezeken ezen a szakaszon. Volt azért egy-két kátyús rész, meg egy-két olyan lefel, ami elég veszélyes volt. Itt azért elég sokan buktak. Én próbáltam biztonságosan menni, nem kockáztatom ezeken a részeken. Mégis mindig elő tudtam szerencsére helyezkedni, az erőm is megvolt ezeken a dombokon a végén, és maradt bennem még annyi, hogy itt a végén tudtam egy nagyot hajrázni. A legjobb romániai kerékpározó már a prológon is a sztyávás Daniel Krista volt. Ezt a mai etapon is megerősítette a 6. helyével a befutón. Ezzel a legjobb románnak járó sárga mezt viselheti, de ennél azonban magasabbra tör. Nem a sárga trikó a célom, de örülök annak, hogy hordhatom. Remélem, hogy meg tudok nyerni egy szakaszt. Nem is akartam most megszerezni az általános éllovas mezét, mert nem hiszem, hogy a csapat meg tudta volna védeni, de az egyéni időfutamon megpróbálom megszerezni. A Székely körversenyen pénteken rendezik az úgynevezett királyetapot, több kemény kaptatóval az útvonalon. A versenyzők Székelyudvarhelyről indulnak, és a Bucsin oda-vissza megmászása után a Hargitán is áthaladnak a csíkszeredai érkezés előtt. A mai szakaszról ma este 10 órától fél órás összefoglalót láthatnak az Erdélyi Magyar Televízió nézői. Ennyit a híradóban, köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok!